szülőként, oktatóként, illusztrátorként ismerik, de... Kaszonyban volt az első munkahelyem, Kaszonyban jöttem, és ugyanakkor azon az éven sokan jöttünk oda Kaszonyba, mert a kaszonyi iskola akkor azon az éven lett középiskola. Addig mindig 7-osztályos iskola volt. És úgyhogy jöttek matematikusok, nyelvészek, jöttek kémikus is jött, és a halász vezetéknő igazgató azt mondja nekünk, amikor így ültünk, egy ilyen gyűlés volt, amikor bemutatta a fiatal kádereket, én is köztük voltam, és akkor azt mondja, na jó, azt mondja, hát fizikusunk van, matematikusunk van, jött azt mondja egy orosz szakos is, és azt mondja, van itt egy kémikus is, de hát ki fogja a rajzot tanítani, azt mondja. És én meg ott ültem a sarokba, féltem, de olyan csendesen mondom, hát én fogok rajzot tanítani. Na és így kezdődött a rajztanítás. Nálam úgy megy, hogy én dallamot hallok. Hallom a dallamot egyszerűen. Jön egy dallam, és én azt dudolom, hallom, olvasok, vagy festek, és az a dallam jön nekem. És aztán a dallamra jönnek a versek. A húsvéti dal, ez aztán igazán egy nagyon furcsa dal. Hát nem furcsa, mert szép dal, de furcsán született ez a dal. Úgyhogy már a könyv majdnem készen volt, és én elgondolkoztam azon, hogy hát érdekes, hogy karácsonyi dal van, altató dal van, az én szülőföldem dal van, és nincsen a húsvétról dal egyáltalán. Na és akkor reggel felkeltem, és jött a melódia, de csak a melódia jött. És ahogy jött a melódia, hogy szépen sorakoztak a szavak, és meg is sikerült a szép húsvéti dal. Krisztus feltámadott, bűntől és vétektől megmentett népeket, hálával tartozunk. Köszönöm, Uram, az életem, köszönöm a szép vidéket, a mesés Kárpátalját, szeretett szülőhelyemet. Köszönöm a szüleimet, kikre engem bíztál. Köszönöm a testvéreim, kikkel családba hoztál. Köszönöm a fiaimat, 5 kedves unokámat, a kis dédunokát, kikkel megajándékoztál. Köszönöm a szót, ecsetet, amit adományként kaptam, s ami tartalmassá, hasznossá formált a munkám, életem. Hímesek lehetnek, írottak, festettek, de vannak karcoltak, pettyesek, poltosak, sok módon készültek, és így tovább. Nagyon szép, mindenképpen. Ellátom magamat, és írok, festek, festeni, amikor félbe került a rajzzal kiállítás.